A generációk együttléte, a családi hangulat mutatkozott meg attalán. A társasjáték fiesta bevonzotta a családokat. A személyes együttlét, a közös játék öröme most többet ért a digitális világnál. Feleségével és két gyermekével érkezett Gáspár Boldizsár. Jó ötletnek tartja ezt a társaságot összehozó, összetartó programot. Azért tartom jó ötletnek, mert magam is egy közösségi ember vagyunk, szeretünk a barátainkkal, a társasággal együtt lenni, és a társasjátékokat is szeretjük, gyakran játszunk otthon társasjátékokat a gyerekekkel, és azt gondoltam, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy itt is megmutassuk a saját társasjátékainkat, és az ismerőseinkkel is együtt lehessünk, és tanulóinkkal. A társasjáték fiesztát az attalai önkormányzat szervezte a Dombóvári járásban. Hagyomány szeretnének teremteni. Az ötletet az adta, hogy ugye most már elég nagy probléma szinte mindenkinél, mindenhol, hogy a gyerekek nagyon lefoglalják magukat a televízióval, a tabletekkel, a számítógéppel, a telefonnal, és úgy gondoltuk, hogy szeretnénk őket egy kicsit kimozdítani, kicsit a komfortzónából kivonni őket, és szervezni nekik egy olyan közösségépítő programot, ahol igazából a régi játékokat elővéve egymással, a szülőkkel, a nagyszülőkkel együtt tudnak játszani. A több generációt megmozgató társasjáték fiesta a tervek szerint havonta egyszer ad majd lehetőséget a játékra, attalán a kultúrházban.